A tavaszi hónap ellenére Székelyföld legmagasabban fekvő síterepén továbbra is kitűnőek a hóviszonyok, tekintettel az optimális körülményekre és a nappalok megnyúlására, péntektől, azaz március 20-ától meghosszabbítják a felvonók működését, hogy minél tovább ki lehessen használni ezt az évek óta egyik legjobbnak mondható szezont, mondta a D3 híreknek Magyari Tekla, a Síközpont sajtóreferense, akivel kivételesen nem a hegyen, hanem udvarhelyi irodájában találkoztunk. A szóvívő elmondta, nem csak ebben a hónapban, hanem úgy vélik, még áprilisban is kitart a síszezon a madarasi Hargitán. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy március végére már kezd alább hagyni a síelési kedv, így előzetes igényfelmérést tart a központ annak érdekében, hogy áprilisban lesz-e vendég, vagy az optimális idő ellenére hamarosan szezonzáráson gondolkodhatnak. Egy előzetes felmérést szeretnénk végezni, hogy lesz-e igény rá, mert azért azt mutatja az eddigi évek tapasztalata, hogy március végével ugye a síelési kedv megcsappan. Éppen ezért mindazok, akik szeretnének áprilisban sízni a Hargitán, azok a síelés@madarasihargita.hu e-mail címre be kell jelentkezzenek március 27-éig, hogy tudjuk előre ezt. Az igények függvényében, tehát hogyha lesz kellő számú jelentkező az áprilisi síelésre, akkor mindenképpen 20%-os kedvezménnyel kínálják a síbérleteket a madarasi Hargitán. Addig is gőzerővel készülnek a szezon minden bizonnyal két legnépszerűbb versenyére. Ezen a hétvégén tartják a Snow on Fire nemzetközi hódeszkás és szabad stílusú síversenyt, a Városi Alpesi Síbajnokság utolsó fordulóját pedig március 28-án. A szezon leglátványosabb versenye zajlik a Snow on Fire hódeszkás és szabad stílusú verseny, illetve jövő hétvégén március 28-án tartják még a Városi Alpesi Síbajnokság utolsó fordulóját, tehát van még rendezvény is, illetve hát a pályák és a hóviszonyok még mindig kiválóak. Az áprilisi nyitvatartás kitűnő lehetőség arra, hogy a pedagógusok az úgynevezett iskola másként hetén síelni vigyék a diákokat, de a tavaszi szünidő alatt is várják a téli sportok kedvelőit, ha igény mutatkozik arra. Természetesen ehhez is előzetes bejelentkezés szükséges, tette hozzá Magyari Tekla.